A földnapjához kapcsolódó vetélkedőn vettek részt a Bekecsi II. Rákóczi Ferenc általános iskola diákjai április 25-én. Az intézmény célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy őrizzük meg bolygónkat a következő generációknak. A gyerekek jöjjenek rá, hogy még nem késő, de tenni kell a környezetvédelem érdekében. A megmérettetés előtt Bodnár László, a település polgármestere szólt arról, hogy oda kell figyelnünk földünk védelmére, az értékek megőrzésére. Leonardo DiCaprio szavaival zárta gondolatait, miszerint szelektív hallásnál jobb a szelektív hulladékgyűjtés. A megnyitót követően az életmód tanácsadó csoport ezúttal is az alkalomhoz illő dallal készült, előadták az Okosabban kéne élni című szerzeményt. Ezután mind a 14 csapat elindult, hogy teljesítse a 8 feladatot. Az állomásokon volt elméleti és gyakorlati próbatétel, amikkel meg kellett küzdeniük a versenyzőknek. Az egyik tanteremben virágpárokat kellett keresni, a helyes megoldás pedig az volt, ha megtalálták a Bekecsi nagyhegy védett növényét, a héricset. Egy másik teremben interaktív játék segítségével a világűrbe kalózolták el a gyerekeket. A szabadtéri próbatételeket a Bekecsi Kultúrház udvarán kellett teljesíteniük. A feladatok közt volt rejtvényfejtés, keresztrejtvény kitöltése, valamint az udvaron lévő kemence környékén található fűszernövények ismeretére is kíváncsiak voltak a szervezők. Utolsó állomásként a sportcsarnokba érkeztek a fiatalok, hogy ügyességüket is próbára tegyék. A fiataloknak akadálypályákon kellett végigmenniük triciklivel, illetve egy velocipéddel. Vicces pillanatokat okozott a csapatoknak a szárazföldi síelés, ahol egyszerre kellett mozogniuk, ha szerettek volna haladni, különben orra esnek. A Bekecsi iskola egyik jelmondata szerint nincs hulladék, csak alapanyag. Ezt az elvet követve szervezték meg a vetélkedőt, illetve pályázatot is hirdettek, hogy a kidobásra ítélt tárgyakból készítsenek a diákok vicces vagy hasznos alkotásokat. A kreativitás széles palettáját felhasználva megmutatták, milyen sokféleképpen fel lehet használni, például a kupakokat, vagy éppen az üdítős dobozokat. Az intézményük által kiírt rajzpályázatra is neveztek a tankerületi iskolák diákjai, amelyek közül a legjobbakat ki is állították az iskola aulájában, így bárki megcsodálhatta a szebbnél szebb műveket.